Jelentős a fizetési késedelem a magyarországi építőipari cégeknél. A probléma megoldására jött létre a teljesítésigazolási szakértői szerv, közölte Csermei Gábor, a TSS vezető helyettese. Nyíregyházi előadásából az is kiderült, az építőipari beruházások 60%-a vitával zárul, a cégek 80%-ának volt már késedelmes kifizetése, és negyedének van 5 éven túli kifizetetlen számlája. A lánctartozások mértéke a szervezet 2013-as indulása előtt már elérte a 400 milliárd forintot. A TSS az elszámolási vitákban nyújt segítséget az építőipari vállalkozóknak, tervezőknek, illetve a megrendelőknek. Lassan 4 éves működésünk során több mint 750 kérelem érkezett be, ehhez tartozó kérelmezett összeg az meghaladta már a 22 milliárd forintot, illetve az ehhez tartozó beruházási érték lassan közelít a 200 milliárd forinthoz. A teljesítésigazolási szakértői szerv csak magyarországi építkezési beruházásokat vizsgál. Olyan ügyekben segít, ahol nem adták ki a teljesítési igazolást, vagy vitás volt a dokumentum kiadása, de azokkal az esetekkel is foglalkoznak, ahol nem történt kifizetés az igazolás kiadása után. Az eljárási határidő maximum 60 nap lehet, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján 35 nap alatt sikerül ellenőrizni az ügyeket. A kérelmeket e-mailen vagy a szervezet honlapján keresztül is benyújthatják, de személyesen a helyi iparkamarák is segítenek ebben. A beadás után szakterület szerint értékelik az ügyeket, átnézik a dokumentumokat és bejárják a helyszínt. Végül egy 3 tagú szakértői tanács készít véleményt, ami alapján megpróbálnak megegyezni a felek. Ha ez sem működik, akkor bírósági eljárás kezdeményezhetnek. Ezeket a pereket kiemelt kategóriában kezelik, ezért jellemzően gyorsított eljárás folytat le a bíróság ilyen esetekben. A beadott kérelmek körülbelül 1/3-ánál a felek a szakértői eljárás során megegyezésre jutnak, tehát akár a hiánypótlási szakaszban, akár a helyszíni szemlén, akár a szakvélemény birtokában, és van körülbelül 1/3, aki bírósági eljárást kezdeményez, sajnos van 1/3, aki jellemzően talán épp a dokumentálás hiányossága miatt nem kap pozitív szakvéleményt. Az új jogszabályok már azt is előírják, hogy a szóbeli szerződés nem egyenlő egy írásbelivel, illetve tisztázzák a pótmunka és többletmunka fogalmát. Utóbbi 2017 elején megváltozott, amely sokszor okozott már problémát a TSS felmérése alapján.